Oops. So I also would like to thank for the very kind invitation for the general director by Ildiko, also for Curie for organizing, helping this event. And I will talk about, as you can see, on two very famous mummies, unfortunately not Hungarian mummies, Tutanchamun and Ötzi. Először is szeretném megköszönni ismét a meghívást a házigazdáknak, és most két nagyon ismert és nagyon híres múmiáról lesz szó. Bizonyára mindenki hallott már róluk, az egyik Tutankhamon, a másik pedig Ötzi a jégember. And I would like to show you and give you an idea what we can learn by studying mummies and how modern technology can help to study mummies. And as you see, this is an example of a very ancient type of mummy study, and now we have much better methods and possibilities to study mummies. A képen a múmiák tanulmányozásának egy korábbi módját láthatjuk, itt ki is csomagolják éppen. Szerencsére a mai technológiáknak köszönhetően erre már nincsen szükség, így is nagyon sokat megtudhatunk múmiákról. So these are the two mummies, Tutankhamun and Ötzi, and I will start with Tutankhamun and summarize, let's say, our results from our study. Tutankhamonnal kezdeném az előadást, és elmesélem önöknek, hogy mi az, amit megtudtunk róla. So this is some information about the mummy. Tutankhamun was a pharaoh of the 18th dynasty, so this is the time period, the so-called New Kingdom. He only reigned for a very short time period, and his tomb is very famous. It's in the King's Valley, and it became so famous because it was discovered intact by Howard Carter in 1922. But you see, he was a very young pharaoh, and he died already with 80 to 20 years, and there were a lot of open questions. Amint Tutankhamonról bizonyára többen tudják, itt vannak a legfontosabb adatok. Ugye Tutankhamont gyakran nevezik az aranyfáraónak is, feltételezésem szerint az aranyhalotti maszk miatt, ami mindenki számára ismert. A 18. dinasztia uralkodója volt az új birodalomban, Egyiptomban. Viszonylag rövid ideig uralkodott egyébként, 1332-től 1323-ig, időszámításunk előtt természetesen. A királyok völgyében temették el, Howard Carter fedezte fel érintetlen sírját 1922-ben. 9 évesen lett egyébként fáraó, és 18-20 éves korára szegény már meg is halt. Viszont nem ismert, vagy nem bizonyos, hogy mi lehetett a halál oka, és hogy kik a szülei. Erre kapunk valószínűleg választ. So one main question was, and this was not, could not be solved by just Egyptology, who were actually his parents? There were other two famous people who were supposed to be the father, Echnaton, and the famous Nefertiti, where the bust is in Berlin, but it was not known just based on the information we had before the project. Ugye szintisztán egyiptológiai módszerekkel nehezebb választ kapni arra, hogy kik voltak Tutankhamon szülei. Egyébként két híres múmiára kell gyanakodnunk, vagy emberre kell gyanakodnunk. Ugye Echnaton volt az ő édesapja, és Nefertiti, vagy Noferet volt az anyja. Egyébként Nofretete büsztéjét, vagyis mellszobrát Berlinben tekinthetjük meg. Gyakorlatilag az aranyhalotti maszk és a Nofretete büsztéje talán a két leghíresebb egyiptomi lelet, amit mindenki ismer. So for this project we got the chance to take samples and to study mummies that are known, some within the family of King Tutankhamun. So we had, for example, his grandparents, these two mummies, they are known. We have Amenhotep III, which we know is his grandfather, but we didn't know who were the parents, and we had some, let's say, candidates, like this mummy, which is just called Elder Lady, the Younger Lady, and this skeletonized mummy, and they were, let's say, candidates to be the parents of King Tutankhamun. Ugye az előbb már szó esett Nofretetéről, de egyáltalán nem biztos, hogy ő volt Tutankhamon édesanyja.
Szerencsére a családból többeket felfedeztek mumifikált állapotban, és az új eljárások lehetőséget adnak arra, hogy vizsgálják őket, genetikailag is. És fényderült, hogy Tuja és Juja, ugye jobb fölül, ők valószínűleg nagyszülők lehettek. Harmadik Amenhotep, aki ismert fáraó egyébként, az ő múmiá is előkerült. Ami kérdés, hogy ki lehetett a Tutankhamon édesanyja, ugye Nofretete, ahogy az előbb említettük, vagy esetleg egy Kia nevű hölgy, ez még, vagy esetleg Teje királynő, ez még nem bizonyos. Okay. So you don't have to translate all of this. I just want to say we used molecular methods. It was the only way to prove the genetic relation. So we got the chance to take samples from all these mummies, and we made all this work in Egypt because it's not allowed to take any samples outside of the country. So all this work was done together with an Egyptian team here inside the museum in Cairo. So it was really a work we did only in Egypt. Ugye molekuláris genetikai vizsgálatokat végeztek el a maradványokon, annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, hogy kikinek a rokona, és milyen mértékben. Mivel Egyiptomból nem lehet kihozni a leleteket, ezért a vizsgálatokat Egyiptomban végezték el, egyiptomi tudósok bevonásával. So it was a work that took about 2 years, and this is just our overview over the results. In the end, what we did genetic fingerprinting of every mummy. It's like what you do in forensic today if you want to know who is the father or the son or a child of somebody. And this exactly the same we did with the mummies in Egypt. Also it took us very, very long, 2 years to get the final results. A teljes vizsgálat egyébként nagyon átfogó volt, az összes múmiáról részletes genetikai térkép készült, és mindegy 2 évig tartott ez a kutatás, viszont ennek eredményeként az ott fellelt összes múmia családtagról részletes DNS térképünk van. So this is the overview, and if we put this back in this pedigree, we could finally prove who is the father of King Tutankhamun. It's this skeleton that is supposed to be Echnaton, so we could prove this is the father of King Tutankhamun, and we could prove that this is the mother of King Tutankhamun, but we could not tell what is the name of this mummy, because we can only say this mummy is the mother, but we cannot give the name, because the name is not written inside the genes. Igen, hát mivel hogy a név sajnos nincs ráírva a csontokra és a múmiákra, ezért nem mindenkinek a neve ismert, ami viszont ennél is fontosabb, hogy a vizsgálatok alapján egyértelműen bizonyságot nyert, hogy Tutankhamon apukája a KV-55 jelű múmia, illetve koponya tulajdonosa, aki nagy valószínűséggel Echnaton volt. Az édesanyja pedig a KV-35 jelű fiatalabb hölgy névre, vagy fantázia névre hallgató hölgy lehetett, de hogy ő Nefertiti vagy Kia, ezt nem tudják megállapítani, mivel sajnos nem viseltek névtáblát. And another question was why Tutankhamun died in such a young age. There was a lot of work done before. There were different theories about his death. For example, there was a fracture on his left leg that could have caused his death. We knew that it was not caused by an injury of the head. And this I put because I think we have to be very careful what the media tell us, because sometimes they use some spectacular findings. And there was a recent program in which they thought he maybe was falling from a chariot, and even there was a spontaneous combustion of the mummy inside his tomb, and we definitely know that this is not true based on our scientific studies. Nagyon népszerű téma annak megállapítása, hogy Tutankhamon miben halt meg ilyen fiatalon. Rengeteg találgatás és elmélet van erre nézve. Annyit tudhatunk, hogy a halálát mégsem a fejsérülése vagy a koponya traumája okozta. Azt is tudjuk, hogy a bal lába el volt törve,
Ez lehetett egyébként a haláloka, de ez csak egy lehetőség jelen pillanatban. Illetve nagyon kell vigyázni azzal is, hogy a média milyen híreket vesz a szárnyára, és milyen blikfangos történetekkel próbálja összezavarni a hallgatóságot. Napvilágot láttak olyan elméletek is, hogy harci szekérből eshetett ki, és ezért halt meg, de hát a legviccesebb, mondhatjuk így, elmélet az az, hogy spontán égést szenvedett. Most azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy Tutankhamon halálát azért mégsem spontán égés okozta. We know that Tutankhamon was not riding on a chariot because he had a very severe foot disease. It's a so-called Köhler disease, which cause a lot of pain in the foot. You cannot put weight on your foot. You cannot really walk. You need walking sticks. That means he was for sure not riding on this chariot because this is very demanding. You need really both of your legs. Ugye az, hogy ő szekerezett volna, az szinte teljességgel kizárható, ugyanis Köhler betegségben, Köhler szindrómában szenvedett. A lábujjai deformáltak voltak, az azt jelenti, hogy ő nem tudott rendesen ránehezedni a lábára. Bottal járt, gyakorlatilag fiatalkora ellenére is, tehát ez szinte kizárt, hogy ő szekerezett volna. And we have evidence that he really used these walking sticks. On the one hand, there are two paintings that shows him using this walking stick. And you see the foot he's holding in the strange position. And in his tomb, Howard Carter found 130 of these walking sticks, and some of these appeared also to be used. So it's another proof that he really was dependent on this help. Egyébként ennek az elméletnek az igazára mutat az is, hogy találtak ábrázolásokat, amint Tutankhamon éppen bottal jár, ugye ez látható bal oldalon, illetve Howard Carter több darab, hát több, legalább 130 sétapálcát vagy sétabotot talált a sírban. Egyébként Tutankhamonnak enyhe dongalába is volt, úgyhogy szegény tényleg nagyon nehezen járt. And finally, another important finding was also again using genetic methods, using the samples we had, that he suffered from malaria. So this is the DNA of the pathogen that causes malaria, the severe form of malaria. So he had also this very severe infectious disease. A genetikai vizsgálatok bebizonyították, hogy szegény nem elég a dongaláb, tuberkulózisban, maláriában szenvedett. Not only tuberculosis. Maláriában is szenvedett. And also, again, interesting, inside his tomb they found a lot of seeds that are used against fever, against pain. So obviously he really suffered from the disease, and they tried to give him something, also a pharmacy, a drug for his afterlife. A sírban találtak egyébként koriandermagot, illetve Krisztus tövismagot. Mind a kettő arra szolgál, hogy fájdalmat csillapítson. Tehát valószínűleg még életében gyakran nyúlt ezekhez a szerekhez, hogy a fájós lábát ezzel kurálja. So we cannot really say whether he died from malaria, whether he died from this leg fracture, but we know he had a lot of diseases. He was a very frail king, he was a very diseased king. And that's just maybe the reason that he died in such a young age. Nem mondhatjuk egyértelműen, hogy a malária miatt halt meg, vagy a lábtörés miatt halt meg. Annyi bizonyos, hogy erősen le volt gyengülve a szervezete, eleve egy ilyen nagyon vékony, dongájú, nagyon törékeny, egészségű fiatal ember volt. So I would also introduce, obviously, Ötzi, and I try to keep it quite short. Also, you can imagine there's a lot to tell. Akkor áttérnénk Ötzire, akiről szintén nagyon sokat lehetne beszélni, de akkor majd most rövidebben fogunk. So first, shortly, I would like to show you where he was found. He was found in the Alps. Here, this is the Mount Similaun, and close at the foot of these mountains, in the height of 3,200 meter, the Iceman was found.
3200 méteres magasságban találták meg az Alpokban, közel az olasz határhoz. Itt ez a Mount Similaun, nem tudom, hogy kell szépen kimondani, hegy közelében. This is how he was found. And interestingly, he was very found close between the border of Italy and Austria. And in the end, it turned out he's only 92 meters on the Italian part of the Alps. Igen, tehát ebben a testhelyzetben találták fel Öcit, és nagyon közel volt az osztrák-olasz határhoz. Utóbb ugye erről kis vita is alakult ki, és bizonyságot nyert, hogy 92 méternyire az olasz határon belül van. And in the beginning, nobody realized that this is an old mummy. People thought it's just a mountaineer who had an accident. That's why this is the forensic doctor who came to the site. He said, the only thing I can say, he died some time ago. Ugye amikor megtalálták, akkor nem volt egyértelmű, hogy ez egy ennyire régi múmia. Azt hitték, hogy esetleg valamilyen hegymászó járt szerencsétlenül, és az ő holttestét találták meg. A helyszínre kiérkező szakértő is csak annyit tudott mondani, hogy egy dolog bizonyos, hogy az illető már egy ideje halott. So the finding of the Iceman is so interesting not only because we have the mummy, but we have also his equipment. So we know what he was wearing, this is his coat, we know his equipment, these are the arrows, this is the bow, the axe. So this was really a complete finding that gave us insight not only on the mummy, but also on the living conditions of these people in this time period. Hát a mi szerencsénkre, jó, nyilván Öci nem örült annyira ennek a dolognak, elég sok felszerelési tárgyat vitt magával a sírba. Látható itt a kabátja, az íjatakat tartó tegez, egy ilyen szekerceszerűség, cipő, sapka. Ez azért jó, mert nem csak a múmia vizsgálatából tudhatunk meg egy csomó mindent, hanem a korabeli emberek életére is következtethetünk ezekből a tárgyakból. The Iceman was studied since he was found, so more than 20 years, almost 25 years, so there's a lot of findings. I summarized here, let's say, the Iceman CV, so his biography. So it was dated to 3300 before Christ, so that's his dating, it's more than 5000 years ago. He was around 40 to 50 years, the body height 160, the weight, and we know he had a lot of little health problems, like he had arthrosis of the knee, he has problems with his spine, and he has intestinal parasites, but all things that were quite common in this time period. It was nothing major, it was not a major disease he had. In the end, he was still in a quite good shape. Ugye 25 éve találták meg Öcit körülbelül, azóta már rengeteg mindent lehet róla tudni, például az, hogy körülbelül időszámításunk előtt 3300-ban élt, 40-50 éves korában halhatott meg, 160 centi magas volt és 50-60 kiló, és nem volt neki ilyen jól megállapítható komoly betegsége, inkább sok kisebb betegség gyötörte, például enyhe ízületi gyulladása volt, illetve a bélparaziták nehezíthették az ő életét, viszont viszonylag jó egészségi állapotnak örvendett, tehát mindezek a korban abszolút jellemzők voltak. This is how the mummy is preserved in the museum in Bolzano. He's in a special refrigerated cell, and I will already show the next image. As he contains a lot of humidity because he was in the ice for more than 5,000 years, we need to keep him cold and with a very high humidity. That means he has to be sprayed every 2 months with sterile water so that he's keeping this humidity inside his body. Itt a képeken azt láthatjuk, hogy Bolzánóban, ahol ugye Öcit tartják, milyen módon tárolják. Nagyon fontos, hogy mivel nagyon nagy a víztartalma a múmiájának, ezért nagyon magas páratartalom kell neki. Tehát alacsony hőmérsékleten magas páratartalom mellett tartják, hogy nehogy jobban kiszáradjon. Ezzel a spray berendezéssel meg időnként vizet fújnak rá minden két hónapban egyszer.
Another very interesting and surprising finding was that he had a lot of tattoos on his body. This is one example here. It's hard to visit it, but if you change the light, you can see here this typical tattoos of the Iceman. And already the next one, we made a new project and we find out that he had in total 61 tattoos grouped together in 15 different groups. You see the distribution of the tattoos here. Ötzi egyik érdekessége, hogy tetoválásai vannak, nem is egy, hanem rengeteg. Ott a képalkotó eljárásnak köszönhetően jobban láthatóvá lehetett tenni. Itt az ábra azt mutatja, hogy hol és milyen oszlásban vannak rajta tetoválások. Összesen 61 tetoválást találtak 15 csoportban rajta. And the reason why the tattoos were made, we believe that it was a kind of treatment because they are close to areas where he had some pain, like in the lower back here. We know that he had some problems with his back, he had some problems with the knees, with the ankles, and everywhere there we have tattoos. But we also found in the latest study a new tattoo, which is on the chest, which was not seen before because it's very difficult to see. And so we're not sure whether it's really a treatment or it's more a symbolic treatment against maybe some health problems he had. Hogy mi lehet az oka ezeknek a tetoválásoknak, mivel a tetoválásokat általában olyan helyen találták meg, ahol Öci valamilyen betegségben szenvedett dereka körül ízületeknél lábán, ezért feltételezhetjük, hogy esetleg ez valami gyógyítási céllal kerültek rá a tetoválások, de mivel a mellén is találtak egy tetoválást, ott nem fájt neki annyira, ezért lehet, hogy ez ilyen szimbolikus vagy rituális tetoválás volt. Ezt ugye nem tudjuk eldönteni, hogy gyógyászati célú, vagy valami hiedelemül összefüggő rituális tetoválásról van-e itt szó. A very important question, how did the Iceman die? So what is the cause of his death? Ugye a legnagyobb és legfontosabb kérdésünk, hogy miért halt meg Öci, hogyan halt meg, mi lehetett a halál oka? And interestingly, it took 10 years until the cause of the death was detected. It's the arrowhead that is still here inside the body. Nagyon érdekes, hogy jó 10 év eltelt, addig míg felfedezték, hogy a bal vállában van egy nyílhegy. Egyébként a nyílhegy most is benne található, tehát ez a sebesülés okozhatta valószínűleg a halálát. And this is one of the early radiographs, and as Ellen also demonstrated, we used then later more modern computer tomography. And here not only the arrowhead is better visible, but it showed also that the arrow really killed the Iceman by destructing a major artery in his body. So he could not survive this arrow shoot. Ugye itt látszott, hogy az első felvétel az egy röntgenkép volt, azon még csak ilyen foltszerűen volt megállapítható, hogy ott van valami, nem is nagyon vették észre, viszont a modern képalkotásnak köszönhetően most már abszolút részletes képet kaphatunk a nyílhegyről is, és az is bizonyságot nyert, hogy ez egy fő artériát talált el, tehát szegény Öci valóban azért halt meg, mert ez a nyíl eltalálta. In addition, we found also in the CT scans some dark areas in the brain, and it showed us that he had also a brain injury, and we could confirm this just recently by taking a sample from the brain, and we found blood inside the brain, so brain bleeding, so we have evidence for another severe brain injury that could also kill him, but maybe it just happened after he was hit by the arrow and maybe fall down on the rock and got this injury, but we cannot tell whether it was from falling, or maybe somebody gave him a blow against the head. Ugye a felvételeken látszott, hogy az agyterületen is vannak sötétebb foltok, tehát ott valami trauma érhette, ezért ebből mintát vettek, és azt tapasztalták, hogy vérömleny van a fejében, tehát valószínűleg valamilyen agysérülés is lehetett Öcinek. Most, hogy ez úgy keletkezett, hogy miután meglőtték nyillal, ő elesett és beverte a fejét egy kőbe, vagy már előtte valaki, hát szegény fejbe vágta, leütötte, ezt nem tudjuk megmondani, de ez is elég súlyos sérülés, tehát elegendő ahhoz, hogy belehaljon. And we also on his body,
there's another injury on his hand. He has a cut on his hand, so he got a cut in his hand. And we wanted to know whether this is a fresh injury, which happened maybe in the same period when the arrow hit him, or this is an old injury. Találtak rajta még egy sérülést, ez pedig a tenyerében, vagy hát a kezén. Azt szerették volna megállapítani, hogy ez vajon egy időben keletkezette azzal, amikor nyíllal eltalálták, vagy sem. And by using histology, this is we took a little, very small sample and made slit skin cuts and looked under the microscope, and we could see there's a bleeding, and this showed us that this injury was already healing. So it was not a fresh injury, but the injury that happened already some days before he was killed by the arrow. Különböző módszerekkel vizsgálták, mintát is vettek, és az derült ki, hogy ugye vérzés is volt az ő kezében, de hogy ez a seb már gyógyulásnak indult, tehát ez azelőtt keletkezett, mielőtt meghalt volna. And then we wanted to know, can we still find blood in the Iceman? Because it would be interesting to have real blood, or let's say remnants of blood, in a mummy that is already 5,000 years old. And for this, we saw this, like maybe hints that there could be red blood cells, so erythrocytes still preserved. And then we applied modern methods coming from so-called nanotechnology. It's a very modern technology that it's now used in different areas of research. Mindenképpen meg szerették volna állapítani, hogy maradt-e, hát úgy mondom, hasznosítható vér öciben, tehát tudnak-e tőle valamilyen fajta vérmintát venni. Itt eritrociták láthatók, ott nyíllal jelzettem. A modern nanotechnológiás eszközök, például ez a Raman spektroszkóp, meg ilyen egyéb nagy erejű mikroszkópok segítségével sikerült vizsgálni öci vérét is. And to our surprise, we could identify in this tissue very well preserved red blood cells, and you have to imagine it's 5,300 year old blood that it's still preserved in this mummy. It was really very big surprise for us. A kutatók nagy meglepetésre azt tapasztalták, hogy egy 5300 éves múmiában kiváló állapotban maradtak föl vértestek, vérsejtek, testek. And we not only found it in the skin wound of the hand, but we also had a look at the arrow wound, where the arrow entered inside the body, and also there we found a lot of red blood cells. And with this additional information, we also could further prove that this was a fresh wound that didn't show any signs of healing. A bal vállán a nyílhegy bemeneti helyéről is vettek vérmintákat, és ott is találtak számos ép vérsejtet. Ez azért volt fontos, hogy meg tudják vizsgálni a sérüléskori vérzést, illetve hogy ott milyen traumák érték őcit. So at the end I would talk about his DNA, like in Tutankhamun we also made a genetic analysis of the mummy, and I would like to summarize the main important findings. You can get a lot of information of how somebody looked like just by looking on the genetic information. And for example, in the Iceman, we found out that he had brown eyes. This is the new reconstruction. Maybe you know before they always put him blue eyes because somebody assumed he had blue eyes, but we now know that he had brown eyes. And we further know that he had the blood group O and the other things. You can just translate. Sorry. Szóval öcinek részletes DNS vizsgálatára is sor került, és hát ugye nyilván, mivel múmia, azért nagyjából látjuk, hogy néz ki, de hogy igazából hogy nézhetett ki, erre nézve is készültek rekonstrukciók, illetve a DNS mintája alapján meg tudnak mondani egy csomó olyan dolgot, ami ma már nem egyértelmű, például, hogy ki, barna a szeme, korábban valamilyen oknál fogva előszeretettel ábrázolták kék szemmel, de barna volt neki a szeme, illetve világos volt a bőre, barna haja. So did you say that we also found, for example, that he was lactose non-tolerant, so he couldn't digest milk, which was common in this time period, we know. It's not something that a disease, it was a normal incidence. And we found evidence for Lyme disease, borreliosis. This is the disease that is transferred by ticks, which is very common today.
azt is megállapították, hogy nullás vércsoportja volt, illetve laktózintoleranciában szenvedett, tehát tejcukorérzékeny volt, ami nem tekinthető betegségnek, akkoriban ez abszolút normális volt. Ezen kívül Lyme-kort is, Lyme-korban is szenvedett, tehát valószínűleg egy kullancs által jutott a vérébe a Lyme-kor. And on the other hand, I don't want to go into detail, but just to tell you, on the one hand, you get information on the person, how that he looked like. On the other information, you get information about the population he belonged to. And this helps us, Ötzi helps us a lot, to reconstruct how Europe, let's say, was populated during the Neolithic Revolution. Ugye a DNS alapján nem csak az egyén tulajdonságaira következtethetünk, hanem a korabeli népességre is, és azt is megtudhatjuk, hogy milyen fajta vándorlás ment végbe a Európán belül a neolit forradalom idején. So the information helped us to understand how the Neolithic process happened, starting from the hunter-gatherers, then about 8,000 years ago the first farmers, so the ancestors of Ötzi came, then they went all over Europe, also to Sardinia and the islands, and then later was a lot of mixture, so that's why we don't find very close relation to the Iceman today, because there was a lot of population movement and mixture going on. Ugye az előző képen látható volt, hogy az a típus, amit genetikailag Ötziben találtak, az Sardiniára és Korzikára volt jellemző. Itt ezeken a képeken pedig azt látható, hogy a neolit időszakban milyen vándorlásokra került sor. Először ugye még a letelepedés előtt vadászat és gyűjtögetés volt jellemző, ott ugye az ábrán ez látható, utána ott Görögország és fölötte levő területen láthatjuk, hogy az első farmerek megjelentek, utána a farmerek, vagy hát akik földművelések megjelentek, a földművesek tulajdonképpen egész Európában elterjeszkedtek, és a negyedik ábrán pedig az látható, hogy a neolitikumban egy nagyszabású népesség cserére, helycserére, vándorlásra, keveredésre került sor, és az Ötziben kimutatható DNS, ami olyan népcsoportra utal, akik Korzikán és Szardínián éltek, ez a népcsoport ma már nem lelhető fel, tehát kihalt, valószínűleg ennek a nagy keveredésnek köszönhetően már így nincs meg tiszta formában. Yeah, good. you tell more than I have told. It's very good. She's already an expert now. And just another very interesting finding what we made in the Iceman, that he suffered from atherosclerosis, so from a calcification in his arteries, and the interesting thing is we found in this genome, in his genetic information, that he had a genetic predisposition for this disease. And this was again a big surprise, because we think this is a modern day disease that was just developed maybe in the last 100 or 200 years, but in fact we have this also genetic predisposition already more than 5,000 years ago. Az is megállapítást nyert, hogy aterosklerózisban szenvedett, ott a gerincén jelöli a probléma helyét az ábrán. A genetikai vizsgálatok azt is feltárták, hogy többféle genetikai hajlama volt különféle betegségre, például szív- és érrendszeli problémákra, illetve cukorbetegségre vagy elhízásra. And this is really at the end now, the last actual project we are doing on the Iceman, so after 25 years we still have something to do. We found that the stomach, this is this organ here with the black crosses, was still present and completely filled with material. Nagyon érdekes, hogy Ötzi úgy tűnik teli gyomorral halt meg, tehát a gyomra abszolút tele van étellel, ennek a vizsgálatára is sor került természetesen. And so we performed a so-called Iceman autopsy that here show us taking samples from the stomach, because if we want to know what's inside the stomach, how is it composed, we need to take samples.
But again, we try to be very careful and just use, let's say, the natural or the openings that were already there to get access to the stomach material. Ugye a képalkotásnak köszönhetően azt látták, hogy tele van a gyomra, de hogy mivel azt, ahhoz mindenképpen ugye mintákat kellett előle venni. Itt a képen az látható, amint éppen mintát vesznek a gyomor tartalmából. Igyekeztek minél kisebb rombolás árán, minél kisebb nyíláson keresztül mintát venni. Ez egyébként sikerült is. And we had a look then at the samples. The first thing we thought that in the stomach we have a very high part of fat. Here we have an accumulation of fat, and this is a staining of the histological staining of the material that shows that a high part of the stomach contents is made out of fat. Azt találták, hogy a gyomorban olyan étel volt, ami nagy zsírtartalommal bírt, tehát az ott legalul a kis kémcső alján az egy nagy darab zsírhalom, tehát zsírban gazdag ételt fogyasztott. But we also found evidence for plants, especially for wheat. This is a part of the wheat, and this is another part of the wheat. So there's evidence that he also ate wheat, and most probably these early forms of wheat like einkorn and emmer. So not the wheat we have today. Nem csak húst, vagy zsíros húst evett, hanem növényi eredetű táplálék is volt a gyomrában. Nagy mennyiségben találtak búzaféléket. Ez alatt a búza alatt persze nem a mai búzát kell érteni, hanem annak a korabeli változatait. We also found a lot of muscle fibers. So this is a typical structures for muscle fibers, and muscle fibers means that this was meat. Igen. Több izomszövetet is találtak a gyomorban, ami egész egyszerűen arra utalt, hogy húst fogyasztott. And to understand what meat he ate, we made a genetic analysis again, and with this genetic matter we could find out that this meat is mainly the meat of this alpine ibex. Maybe you know this animal. Igen, ugye megpróbálták megállapítani, hogy milyen húsról lehet szó. Azt találták, hogy négyféle ilyen kecskefélének a húsa. Leginkább kőszáli kecskehús az az első, legfölül látható kép, de ezen kívül evett még zergét, házi kecskét és muflont is. And we wanted to know how he prepared the meat. Was it raw? Was it cooked? Maybe did he make a barbecue in this spot? And that's why we made this kind of an analysis. We compared different meat and looked at the structure using again this nanotechnology. And it turned out that it must have been raw or dried meat. And so we think most probably he has dried meat that he carried with him. Azt is vizsgálták, hogy a húst milyen formában vette magához Öci. A nanotechnológia csodáinak köszönhetően abszolút részletes képet kaptak arról, hogy mennyi volt a nyers hús, a szárított hús, esetleg a sült hús aránya a gyomrában. Azt mondhatjuk, hogy a legtöbb húst nyersen ette, illetve szárított formában. Ez valószínűleg ez utóbbi úgy történt, hogy ugye amikor elindult valahova, akkor magával vitt egy kis szárított húst, és azt fogyasztotta. So this is still an ongoing project. We still have a lot of work to do, like to understand what this fat is composed. It looks very much like that the fat is part of the meat. So it's not cheese or milk product, it's part of the meat, so it was a very fat-rich meat he ate. További vizsgálatra szorul még, hogy milyen fajta zsír az, vagy milyen eredetű zsír az, amit a gyomrában találtak. Valószínűleg nem tej származék, hanem inkább húsból került oda. And we also making an analysis of, let's say, all the bacteria that incense the stomach, and we try to find the Helicobacter pylori. It's a pathogen that it's very frequent today. It could give us a lot of information about this pathogen, and we try now currently to analyze this bacteria and hope to find it in the Iceman's stomach. Amivel jelenleg foglalkoznak, az pedig a gyomortartalom bakteriológiai vizsgálata, hogy milyenféle baktériumokat tudnak felfedezni. Jelenleg azzal foglalkoznak, hogy esetleg a Helicobacter pylori baktérium formáját fellejjék a gyomorban.
Yeah, that's just some conclusion. I think I just wanted to demonstrate you what we can learn from studying mummies. It's not only that we learn a lot about the mummies itself, how they lived and hurt in their time periods, but we can also learn a lot for us, for our health, for our, let's say, medical questions we have today. Igen, tehát a múmiák tanulmányozása több szempontból is fontos. Egyrészt a magukról, a múmiákról nagyon sok mindent tudhatunk meg. Ugyanakkor a saját egészségünkre és a saját felépítésünkre vonatkozóan is egy csomó információt kaphatunk. Yeah, you know, there's a lot of people, as Helen and Olivier said in the study, it's not something you can do alone. And this, I put this acknowledgement, and I especially would like to thank you for your attention, and thank you very much for your very perfect translation, as far as I can say. Köszönöm a figyelmet, itt látható voltak a partnerek, akik nélkül ezek a vizsgálatok mind nem jöhettek volna létre, illetve hát még méltatta ugye a fordítást is, szegény ő nem tudja, hogy ez milyen minőségű volt, de úgy gondolja, hogy jó, és nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, és örül, hogy itt lehet. Thank you. Köszönjük szépen Balanyi Bibiánának a fordítást, és az előadóknak az előadást. Most pedig feltehetik a kérdéseiket, ha még maradtak. Nekem van kérdésem, méghozzá szeretem volna tudni, hogy milyen módszerrel vizsgálták azt, hogy ugye barna szeme volt Ödzinek, de ezeket majd akkor az előadás, illetve az egész után. Viszont arra adjon nekem választ, Albert Zing, hogy milyen arcot vágtak az egyiptomiak, amikor ugye kiderült, hogy Tutanhamon dongalábú, előreálló fogú, és nem éppen egy szép fáraó volt. She has many questions and she will put it later on, but the most important thing she would like to know, can you tell us about the face of the Egyptian people when hearing that Tutankhamun was very you know, ugly, with walking impairments, and you know, not a nice guy, but rather weak.